Reggel 6 óra 10 perc, vasárnap, ez pedig Szekszárd, a halott város. Ilyenkor még igencsak erőteljesen ébredezik a hely. Embereknek nagyon kevés nyoma. Nagyon kevés. Egy-egy autó. Ritkásan. Hát, itt sincs sokkal több ember, ez itt a múzeum és környéke, ami szintén egy ilyen parkosított szituáció. Amott pedig a messzeségben ott az az épület, majd közelebbről is megvideózom. Az ott a művelődési központ, amiben a mozi is helyet kapott egy kis szutykos terem képében. Nézzük meg a mozit, vagy mi a múzeumot. Ez a sárga épület lesz az. Busz megálló. Fák. Fuck. Ébredezek már én is, amúgy. Na. A bogarak is ébredeznek. Akácot érzek. Mély költői. Hát a forgalom még mindig egy autóból áll. Kicsit a fény megbassza. Nem kicsit, várjál. Na mindegy. De miért? Miért égeti ki ennyire? Mindegy, ez a múzeum. Ott pont napfelkelte van ott. Aztán az baszkurálja itt a fényeket. Szóval ez itt a múzeum. Így ez. Egyszer voltam bent, nem egy nagy élmény. Maga a múzeum is múzeális darab. Nem látogatják nagy tömegek, hogy úgy mondjam. Igazából ebbe a porfészekbe fölösleges is. Lehetne egy más funkciója, de hát nyilván meg kell őrizni a történelmi szírszarokat. Na mindegy, így ez itt a hely. Majd lehet közelebb megyek.
óriási napfelkelte van, úgyhogy pont nem tudom azt a részt megörökíteni. Ott ül egy bácsi. Ácsi. Én vagyok a Rió bácsi. Nem az a bácsi. Na mindegy. Inkább forduljunk vissza. Itt van egy kis játszótér rész. És akkor ez az épület, ez így végig van arra egészen a kóposboltig. Itt van a Central Park szexárdi megfelelője. Amit Prometheusnak hívunk, csak köznyelven. Remélem nincsenek itt csövesek. This is the Prometheus. The Prometheus Park, you know. This is a fucking good place. Green as fuck. Lots of grass, but not weed. Shit. Ez volt az angol tanfolyam a Rióval. Hát itt ennyi a látnivaló. Ott régen volt szökőkút. Abba ott volt víz. Most már nincs, mert már vizet is elspórolják, bazd meg. Hihetetlen. De ez van. Galambok nyomatják a Mortal Kombatot. Pont a fightnak a vége. Nem. Nem? De valami van. Ez lehet, hogy ilyen bemelegítő fight. Oda nézzé, az alfa hím. Ja, nagyon unatkozok, nagyon reggel van, még fél óra, mire átszammoghatok a munkába. Ami nincs messze. Egészen pontosan. Ott van. Az Osan, ott a fák mögött. Látszik a veréb, látod? Az a kibaszott piros veréb. Na most így ráesne egy kisebb bomba, amitől nekem itt még nem lesz bajom. És így látnám felrobbanni, nem biztos, hogy szomorú lennék, mert hazamehetnék aludni. És milyen kurva jó lenne már. Igaz, hogy munkanélküli lennék. Hát aki a faszt érdekel, majd találnék másik munkát. Nem? De. Itt látható egy szoborcsoport. Ez valószínűleg ilyen alkoholista fiataloknak a egymást rugdosó és kúró baszó pada. Vagy ez ilyen hajléktalan fekvőállomás. Nem lehet tudni. Jaj, gecis fasz. Megcsúsztam a tyúkszaron. Pedig nincs is itt olyan. Ami van előtte? Berele íz. Az öreg a szobor, az még szélmozgás sincs. Levegőmozgás.
csak így berezonált. Biztos földrengés volt, nagyon kicsi. mi ez te? Volt egy ilyen bogár. Hol van? Nem tudom lekövetni. Ez az egy helyben repülő nagy dongó, ami úgy keneti, hogy meg sem mozdul, csak úgy ott van a levegőbe. Hú, de értelmes ez a vlog, mi? Vasárnapi. Ez lesz a címe. Vasárnapi értelmetlen. Gondoltam, hogy ha már egy órát kell kolbászoljak az utcán, akkor töltsem el valahogy az időt. Hát így sikerül eltölteni. Bassza fasz.